Na, láthatatlanak vagyunk, sajnos egy imitátorral, de megpróbáltunk úgy élni, hogy az ne tűnjön fel senkinek. Sziasztok, Mizós. Mizós, itt az előbb nagyon halk volt, de már nem tudom megmondani. Nagyon fura ez a pálya, sem tudom merre megyek. Van itt valakinek taszki esetleg? Hol nincs. Menni kéne szerintem, akkor lehet tovább. Van itt valami olyan hely, ami ilyen tökre veszélyes amúgy. Egy eltűnnek rögtön a holttestek, hogyha ott hal az ember. Próbálok így egyet ölni. Hoppá. Ez nem így terveztem. Rend is van egy hulla amúgy. Hormonszok nincsen, de mag? Korrád oda. Neki ne tanulod. Össze megöltem egy szeretőpárt. Igen. Na, itt volt egy hulla, meg Zolit is elintéztünk, és Csóf is meghalt. Meg egyet tudok csak, hogy a Kristóf, az velem van, az tuti fixen velem van. Beus valószínűleg nincs velem amúgy. Ki nem volt lent amúgy? Lehet, akkor megölte vele egy gyilkos, de átokatlanként. Zalán is elment végén. Szerintem gyilkos töltem. Basszus, bocsánat, Zevi. Megzavart ez a saját láthatatlanságom. Ez mi az Isten volt már megint? Nem tudom. Hú, de jó, hogy a Kristóf mellett jöttem vissza. Teszek még egy kört arra. És felszállod? Basszus, nem tudtam már. Kafa is meghalt jobb oldalon, az előbb ment el velem szembe. És Geri olyan volt, mint hogyha megjelent volna a kazánházba, láthatatlanként. Geri? Geri az itt én volt? Nem, én ott voltam, szenet lapátoltam. A Beus az összeesett, úgyhogy Zalán és köztem egyébként. Ó, basszus, én öltem meg a Beust. Nem tudom, te kinetikus? Vagy már rányomott, vagy... Mi a szar? Ugye nem én voltam. Kafát biztos, hogy szerintem láthatatlan öltem meg, mert szemben nem jött velem senki, csak visszafele futottam Kafáért, már nem volt arra megint senki. Ez az idegesítő a láthatatlanban, hogy, nem látom én is, hogy mit ölök. Nyilván. Következő évben felé fel, addig meg megölöm. Hát figyelj, szerintem egy imitátort megöltem, az biztos. Lehet, hogy egy gyilkost is, de egy imitátor is meghalt. És a Gerit kéne most megölni, következek, mert úgy tudom, hogy olyan nyomozó. Úgy hallottam. Azonban, hogy nekem Bence gyanús, hogy itt rárakta valakire a telekinetikust és elszaladt is. Hát akkor mehetünk, hogy itt nem voltam, adtam a szegényeknek... Adtam alamizsnát a szegényeknek. Alamizsnát, igen, támogattam őket. Na jó van. És hogy láttad Beust? Beust én nem láttam, épp ezért kérdeztem, hogy hova tűnt, miért halt meg, mivel róla nem is beszéltetek, egyszer csak azt mondtátok, hogy meghalt. Hát maga micsoda? Hát, Szafti, most mondtam. De. Az előbb nekem a Geri mondta azt, hogy szaftos. Basszus! Hát ez nagyon jó. Szóval összeesett rögtön előttem, valószínűleg egy izé ölhette meg egy telekinetikus, aztán riportolnom kellett. Preston volt a kanadai, csak szóval. Igen, nekem is ezt mondták, de aztán kiderült, hogy nem. Hát... Jó, hogy azért is vége, jó, hát értem. Szóval, meghalt az Alán is, szeretők voltak akkor. Debel kéleztek Gerivel. Mi? 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 Geri? Mi? Figyelj, Bence fixült. Nem tudom, nem, hogy mondom, hogy nem, mondom, hogy izé volt, nem kanadai volt. Előttem összeesett a telekinetikustól. Várj, Sanci, te miért mondtad azt, hogy ezért nem lett vége? Miért mondtad azt, hogy nem lett vége? Igen, mert hogy öten vagyunk, Kristófra nem láttam, és azt hittem, hogy négyen vagyunk. Nem lehet, hogy szeretők szóval voltak, mert mondom, egyszerre történt ez az összeesés. Akkor srácok, aki jó, a szavazzon Bencére, mert ő nem látta, hogy a híresség meghalt. Hello! De hát, miért nem láttam volna? Kaptam nem tudom, hogy Kristóf vagy Geri a másik, mert ott miért? Már itt volt fel. Ki? Hogy kaptam hármat? Én voltam amúgy a híresség, és... Jó, akkor szavazzuk ki a Kristófot, a mondó vagyok. Gondolom, ezzel te is egyetértesz ott már néme, hogy közelében nem voltunk. Hát ez... Kristófot, neked részültek. És tényleg szaftos voltam, el se hiszem, nem hazudtam. Ez durva dolog mondjuk. Szevitt, te gyilkos voltál. Hát
remek út. Igen, és ő is jól nem képzeltél. Tudtad, vagy véletlenül öltél meg? Véletlenül, és velőzevit is. Semmit nem láttam, csak mentem, aztán öltem. Amúgy rád gyanakodtam, mert amikor kérdeztem, hogy van-e ott taskod, akkor azt mondtad, hogy nincs, miközben ott volt egy impostor task. Na, megint gyilkosok vagyunk, de prédikátor gyilkos. Na, jó napokat, jó napokat. Na, szép napokat. Nagyon ügyi. Na hát lehet, hogy akkor most nem imitátor, hanem tényleg gyilkos. Csalódtam benned, most nem nézek meg benned. Az az ajándék, hogy Zsófé lenémított. Igen? Nem olyan az az ajándék, hogy lenémított, akkor mérges vagyok. Az is teszel. Ó, Jézus Istenem. Jó, kismanka is velünk valaki, van. Valaki, akiben meg lehet bízni? Kismanka is velünk van, ő is megcsinált egy impostor taskot, akkor egy embert kell levágnom. Ez pedig nem más, mint Balu. Jó. Utánam. Nem utánam. Bizonyítsd. Mizó is, Mizó is. Mi van, dodók vagytok, vagy mik vagytok? Nem te, nem te. Gerit várom meg, hogy bizonyítsa. Nagy bizonyítást. A nagy bizonyítást. Bence gyanús vagy. Én? Igen. Mit csináltam? Hogy kell túl sokat vagy ezt itt. A taskot nem tetszik. Itt. Menjünk máshova. Betette a szekrénybe! Megfogta és betette a szekrénybe. Hát ez zseni. Van itt igen egy ilyen szekrény, amivel be lehet passzírozni az embereket. Oh-oh. Az is. Hallod? Itt van valami kesejű itt, vagy mi? Bence ölt, Bence ölt. Mi? Dehogy öltem. Oh, goddamn, goddamn. Ölt a Bence! Öltem még egyet. Hiszek Prestonnak, Preston azt mondta, hogy a Bence ölt. Ó, Preston hallott, hát akkor tényleg Bence ölt. Az a probléma, az a probléma, elmondom mi a probléma. Szóval van itt egy kesejű, vagy én nem tudom micsoda, és felette előttem a holttestet. És egyedül a Preston volt ott, szerintem ő az egyébként, és ezért meg kellett, hogy öljem. Ott volt egy holttest, megette a holttestet a szemem láttára. Bence, ez azért baj, hogy én mentem elől, Preston ment mögöttem, és azt mondta, hogy nyomozó, szóval ez így... Jó, csak látod, hogy közben meg olyan nyomozó, aki holtesteket eszik, vagy én nem tudom. Hát most éhes volt most. Éhes nyomozó, hát igen, előfordul. Az a legjobb. Legalább meghalt, a gyilkosát meg kidobjuk a hullának. Nem baj, de hát én egy sheriff vagyok, hát jót vágtam le. Hát különben már halott lennék. Megette a holttestet. Hát ott volt a sarokba, te nem láttad? Előttem ment. Amúgy vagy bocsánat, egy holttest, amit a Knight-tal találtunk, és... Nem rossz, bocsánat, de tényleg evett valaki holttesteket, mert... Igen. Passzoljatok, könyörgöm, ez passz, mert ez... Az nem Preston volt, az nem Preston volt. Az lehet, de hogy hatan haltak meg, és nem találtunk holttestet. Az is biztos, hogy rossz volt, mert már én is halott lennék. Bencit, miért nem dobjuk ki? De én meg orritozva jöttem, hogy valaki megette a holttestet. Hú, de mekkora szél! Nem dobjuk csak ki, mert hatan meghaltak egy körbe, és hogyha valakit kidobunk, megint meghalt. De... Jönni. Ne menj arra, mert itt van! Mi azt nem veszik észre? Oké, most már ezt nem tudod lemagyarázni magadról. Bence, ezt már nem. Szóval ennyi, ilyen jó serif azért, nem hiszek az ilyen jó serifbe. Ezt már nem. Hát pedig nem kellett hozzá egy nagy tudomány. Figyelj, egyszerűen belákkoltam. Muszáj voltam megkockáztatni. Be kellett hozzá. Akkor egy passz, nem. Egyszerűen ez egy lákpassz, én azt mondom. Az, hogy már szavaztam. Megmondod a sztori többi részét, ha passzolunk? Ah, igen, folytassuk következőnek. Jó. Hát akkor nem na, hallottam. Na. Hello, hát mindenki! Gyuri Bence. Egy sheriffel kevesebb! Jó, oké, majd kidegül a játék. Hát már előbb kellett volna meghalnod. Tudom. Hogy én voltam a kesély, úgyhogy belákoltam. Bence, te megpróbáltad. Hát tudta, hogy nyomozott rágat, csak bekamusztak. Figyelj, legalább a Bence megpróbálta védeni magát, az a lényeg.
Ha megint eljön a szekrényt. Már megint elfogja. Szerető a kis manka? Ó, bakker. Na be, hogy csinálod meg ezt a taskot, hallod? Úgy, be a szekrénybe. Másodszor is megcsinálta. Ó, áh, gyügyi, meghaltam. Mi? Áh. Ja, tényleg, elfejtettem, hogy téged meg kell öljelek. Gyere, gyere ide! Gyere ide, te! Gyere, elpusztítalak! Nem is van a pályát, menj innen. Jó, talán nem Zalán, talán, de... Kórházból jöttem ki, bro, ez a map túlsó sarkámon, és utána talán, téged üldöztelek. Talán nem Zalán. Két ember talán. Beszélgetett. Na, egyet helpálj már, geci, ezt próbálom. Ha még egyszer beteszi a szekrénybe. Ez a task, ez mi? Soha életben látom ezt a taskot. Szívesen, remélem, hogy tudtam segíteni. Hát te... Mit csinálják vele? Nem tudom, de én... Nem sikerült becsábítani. Nem tudod hinni. Néha. Várjál. Jó. Én félek, na nagyjából. Te én is félek, oda vagy, de nem akarok együtt mozogni, mert nem lesz esélye nyernie. Dolog. Istenem, ezen múlik most. Szeretőben nem nagyon bízhatunk, hogy a szeretőgyilkos az a saját... Szóval a falba is. Rátöltem, saját rátöltem, malmára rátöltem, játszik. Képesség. Az egyedül Zalán, mint Némitó talán tudja megoldani. És betette oda a sütőbe is! Nagyon helyes! Nagyon jó! Nem bízok Zalánba. Egyiket a szekrénybe, másikat a sütőben. Konkrét azt hiszem, 6 embert vettem meg abba a szekrénybe. Igen. Mindenki az oda mentem, hogy hallod, hogy kell ezt a taskot megcsinálni, és mindenki bedölt. Megint gyilkosok vagyunk. Telekinetikus távolra tudunk ölni, az elég király. Remélem Zalán megint velem van, és megint mindenkit betesz a szekrénybe. Azt hittem, hogy balunévvel kezdek, mert egy balunév volt felettem, amikor elindultam. Nem. Meg azt mondom, Bence karakterrel kezdtem, azt mondom, mi van? Itt ez fantasztikus. Megnézem. Messzire. Ne, de hogyha most te vesz meg is. Nézzük. De mi ez? Hogy tud ölni? Ez hogy tud ölni? Este átváltozik? Ugye pont most meg fog halni. És meghalt. Jaj, ne, sajnos pont a többi ember előtt, szóval valószínűleg mondja riportolják, hogy itt valamelyik őtök megölte, miközben én voltam távolról. Hali. Visszajövök ide, megint adok a szegényeknek. Jaj, ne, riportol, össze fogja hívni. Nem, hálének tovább megy. 3, 2, 1. Jordi bárt itt az előtt. Sziasztok, itt tömörülés van. De bro, ne fogjátok rá. Valaki megint meghalt a szekrényben. Mi? Nem tudom megnézni. Jó, megint rátettem valakire. De olyan nagy volt a tömeg, hogy most nem tudom kire. Mindegy, átmegyek a túloldalra. Itt. Ez már nem halt meg. Hát a Gefi belezuhant abba a szekrénybe. Na, kik voltak ott? Ott voltam én, Zsófi, én Zalán. Úgy tettem be Gerit a szekrénybe, hogy a pálya másik végén. Jaj, de jó. Így távolról. Semmitől nem halt meg a Gerit. Lent kérdeztem, hát hogy... Az rosszul lett. És beesett a szekrénybe. Szekrény. És ki volt a legközelebb hozzá? Azt sem tudtam, hogy elnyeli a szekrény, tehát ez nekem amúgy is kimondott. Miért gengelt mindenki abban a szobában egyáltalán? Mert én kíváncsi voltam a szekrényre. Egyben mutogatom Gerinek, hogy látod, hogy így az ajtóhoz állsz, és így beszippantott a szekrény. Látod, hogy igaz. De van telekinetikus, nem lehet, hogy az volt, hogy Gerit valaki megjelölt, és utána meghalt, és beesett? Az nagyon vicces lenne. Hát az nem kevés az esély rá, szerintem. Pedig ezt tettem. Jaj, de jó! Ez faszam. Jó, hát ez így jó lesz. Let's go szekrény! Let's go szekrény! Szekrény. Menjünk szekrényhez! Merre van a szekrény? Jövök. Kíváncsi vagyok, hogy ő is beesik el, most itt visszajövök ide a szegény kollégához. Ez szerintem rám tette a telekinetikus, jött utána, és utána megfordult. Jaj, ne.
Bence, szólalj meg, vagy rám... Itt vagyok, adok a szegényeknek. Tényleg Bence volt, várjál, Bence! Mi? Ez gatya. Miért? Ne reportold! De most miért? Mi történt itt? Mi? Tényleg félrement. De nem biztos. Várjunk egy kicsit, várjatok egy kicsit, várjatok. Bence, maradj itt. Itt vagyok, de most mi van? Most azért, mert összeesett mellettetek, hagyjatok már. Csak maradj itt, kérlek. Erre kérünk, hogy állj ott. Jó, és most mi van? Ugye nem akartak megölni. Nem fogunk megölni. Ne csináld már ezt velem. Mi? Mi? Megöl! Nyomozó volt, és... Ez Bence. Ez tuti, hogy ő. Miért? Végig dumált! Ja, várj, meg nem hallanak. Az életemet teszem rá, hogy ez Bence, ez biztos. Én elmondom a szerepemet, én lobbista vagyok. Ne vicceljetek már, hát végig dumáltam. Az első pillanatok ez, amit megláttalak titeket. Végig, meg is álltam, hogy... Dumált. Bence, igen, közben dumált Bence, hogy meg nem... Ne idegesítsetek már. De hát ott kezdődik, hogy... Vallóznak sem volt olyan sokáig, nem? Ott kezdődik, hogy ez nem biztos, is az izével kezdtem. Ez nem én vagyok, én mondom, én lobbista vagyok, ez az én szerepem. És az elején ott a tömegben mondtam is, hogy szavazatok rám, mert én lobbista vagyok. Hát jó, azt nem is mondhatom. Telekinetikus nem ölhetett? De az hát biztos, hogy telekinetikus volt. Biztos, hogy telekinetikus volt, csak nem én. Istenem. Érdekes az így. Jó, még benn maradtam egy körre. Nézzük. Jó, egyedül van, hála ének a... Megevett a... Mi a... Mi a szar? Mi ez? Haló? Megettek, miközben telekinetikusban vagyok, és most nézem ezt a izét. Megevett a pelikán. Ezt most nem tudok elmenni innen. Egyetlen hallatszódok? Haló? Haló, itt van valaki? Hol vagy? Hol vagyok? Nem. Ez merész volt. Haló? Most a fél lobby leves lesz. Haló? Segítség! Hát én is ezt mondom már mióta. Valaki még le tud minket vágni? Vagy hát a beust? Még le. Igen. Szerintem. Hát basszus, az a baj, ti látjátok, hogy hol van most a beus? Én nem látom. Nem látod? Nem, nekem bebágzott. Én nem tudom, hogy hol. Én nézek egy sarkot most éppen. Tarka, se fülde, se fülde. Mi? Ez kanadai amúgy. Sirius maradt egyedül Kémnek. Zalán az imitátor? Én láttam, hallott, pont előttem ment a Zoli, és Beus megette őt, és visszafordult. Beus, én is láttam, hogy valakit megettél. Én amúgy önbíráskodó vagyok, a Beust akartam megölni, ja, persze, de... Ja, persze, nem, Bence, a Preston dobjuk ki, is rózsaszín színe van. Hallod, a városi park alatt konkrétan mentünk fel a Zolival fölfele, és jön a Beus, és megette. Nagyon jó, hogy ezt körben ne egy önbíráskodó, rosszat vágod le, mert ugyanolyan a színe, miközben megmenthetett volna minket az önbíra. Hát igen, és ezért téged ki kell tenni. De rákél van neki is rózsaszín színe. Hát ez hihetetlen, ilyen még nem volt sosem. Miért akartad lehetni a bent? Mert megevett valakit. Akkor dobjuk kéne. Nem is a pelikán aztán. Basszus! Abba halltam meg, hogy a kanadai riportolódott, pedig ebben még kijöhettem volna. Persze, dobjuk inkább a nőket, persze. A nőket? Ilyenkor bezzeg a nőket. Csak azért, mert szeretek enni. Hát ez fantasztikus volt. Legalább végre tudok mozogni. Én azt hittem, hogy le tudom hozni most már. Egyébként én Zaláról teljesen eljöttem, hogy ő a harmadik gyilkos. Igen, én is tartok tőle. Bár az elején ugye mondta, hogy jaj, hagyjatok már valami normálisról nekem is. Tehát gondoltam akkor, hogy izé lesz. Ez Kristóf? Szerintem ő volt, nem hiszem, hogy... Hűha, a legvégéig kivártak a dodók. Kinetikus. Ejha. Ó, volt a hula. Mindjárt mondom. Ejha. Elpont a boldalánál. Igen, lehet, hogy Dodó lehozza. És kijött a Kristóf a káplomából, és meghalt. A Dodókat megtaláltuk már. Na, mint ez Alan. Te vagy az egyik. Nyilván, valóban igen. Na, itt láttam, hogy megyek lefele a hullaháztól, és akkor a Balú levágta ott a kápolna mellett. Én azt láttam, hogy fölmentem, megyek fel a kápolna mellett, kijön Kristóf a káplomából, és megölte. Balú, te tudsz még ölni, Balú? Nem. Akkor ne szavazz, várjál, rád szavazok. Mert most már szerintem most már nagyon emberelőnyben vagyunk, szóval maximum egy darab gyilkos élhet. És ha Kristóf az, akkor elég, hogyha... De várjátok, már most ki szavazott? Hova? Akkor szavazz Kristófra, nem? Passzoltam. Akkor passzol, nem tudom.
Én Kristófra szavaztam, ezt tudom. Köszönöm szépen. Megnyerte. De nem cseszhetek már fő? Komolyan? Megnyerte. Megcsinálták a dodók. De mondtam, hogy várjatok, azt mindenki látom. Pipipipipi. Bőrk! Neee! Dodó, én is magamra szavaztam. Azt hogy csináltad? De nem szavaztam meg. Zalán, én abszolút elhittem, hogy te vagy egy én ennek örülök.